Nem született ítélet a halálos balesetet okozó lengyel kamionos ügyében. A bíró ugyanis nem volt elégedett a tolmáccsal. A fordító állítólag nem állt a helyzet magaslatán, ezért elnapolták a tárgyalást. Ráadásul a fordító iroda is bírságot kapott, amiért nem biztosítottak megfelelő tolmácsot. Kis szünetet kérek szépen, mert tolmács nélkül nem tudunk semmit sem csinálni, úgyhogy tessenek kifáradni. Ezzel a közléssel kezdődött a tárgyalás a debreceni törvényszéken, ahol másodfokon kellett volna dönteni annak a lengyel kamionosnak az ügyében, aki még 2016. februárjában okozta 3 ember halálát. A férfi kamionjáról lepattanó kerék egy szemből érkező autónak csapódott, amelynek vezetője nem tudta elkerülni a felé szágódó kereket. Első fokon a kamion vezetőjét 3 év fogházra ítélte a bíróság, de a másodfokú tárgyalás nyelvi nehézségekbe ütközött. Nem sokat javított a helyzeten az sem, amikor végül érkezett egy tolmács. Nem tudom, valamit mondt, úgy érti, hogy valami nem igazán úgy történik, ahogy értette önt, magyarul. Ön lengyel anyanyelvű? Igen. Köszönjük szépen, akkor itt nincs is tovább kérdésünk. A tárgyaláson az is kiderült, hogy a lengyel sofőr nem ért magyarul, de amit neki fordított a tolmács, az nem egészen volt rendben. Ezt a bíróság is szóvá tette. Kiderült, hogy a lengyel anyanyelvű tolmács a magyar műszaki és jogi kifejezésekkel nincs tisztában, anélkül pedig ezt a tárgyalást nem lehetett folytatni. Ezért, valamint azért, mert a tárgyalásra a fordító iroda nem küldött tolmácsot, megbírságolták az irodát 200 000 forintra. Ennek az indoka az, hogy a törvényszék szabályszerű idézése alapján a referendum fordítóiroda eleve nem biztosította a megfelelő tolmácsolást, majd a törvényszék többszöri telefonálása után delegált ide egy olyan tolmácsot, aki saját bevallása szerint sem ismeri a lengyel, illetve a magyar műszaki, illetve jogi nyelvet. A bíró ezek után a tárgyalást elnapolta, várhatóan decemberben tudnak majd jogerős ítéletet hozni a lengyel sofőr ügyében.